Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnokunk soha nem erőltette a vízilabdát két kislányára. Viktória és Patricia mindig a saját útjukat járhatták a sport terén. Kezdetben évekig judóztak, ám tavaly nyáron mégis jött a váltás, és végül mindketten a medencében kötöttek ki. Nem könnyű, nem terveztem, hogy női vízilabda meccsekre fogok járni. Pedig nagyon úgy tűnik, hogy ez vár a háromszoros olimpiai bajnok Kis Gergőre, mivel két kislánya, a 13 éves Viktória és a 10 éves Patricia otthagyták a judó edzéseket, miután elvétve akadt csak lány ellenfelük korosztályukban, és szüleik nyomdokaiba léptek. A Honvéd játékosának és feleségének, a korábbi válogatott vízilabdázó Valkai Annának okozott némi fejtörést lányaik választása. Eljött az idő, hogy váltani, és akkor mondták a lányok, hogy csapatsportág. Hát akkor kezdtem egy kicsit összébb görnyedni az asztalnál. Azt mondtam, hogy kiváló női csapatsportágak vannak, és akkor mondták, hogy ezt a vízilabdadó csak kipróbálnák, és akkor először az asztalra néztem lefelé, aztán a feleségemre, és akkor két-háromszor át kellett ezt beszélnünk, hogy hogy legyen, mit legyen. És akkor így kerültünk az én első egyesületemhez, a BVSC-hez. Én nyár elején gondolkoztam rajta, még a röplabda is szóba jött, de nem annyira tetszett, inkább a vízilabdát választottam. Amikor a Viki abbahagyta a judót, akkor én úgy döntöttem, hogy én is megyek. A lányok őszóta a BVSC sportuszodában a szüleik útját és a vizet tapossák a korosztályos edzéseken. Az előkészítőbe Tóth Endre bácsinál, megtetszett nekik a sport, egyre többet jártak le az uszodában, és akkor láttam bennük egy fantáziát. Ugye nem titok, ugye az apjuk révén azért beléjük is egy kis tehetség beleszorult, és ugyanolyan küzdéssel, akarattal, szorgalommal csinálják. Mindenkor lejönnek edzésre, mosolyogva jönnek, bemennek, végigcsinálják, küzdenek, úgyhogy egyszerűen annyira megtetszett az, hogy nem kellett őket unszolni. A világklasszis apuka köztudottan igyekezett távol tartani két szemefényét a vízilabdától, de ahogy megszületett a lányokban a döntés, mindenben támogatta és támogatja őket. Ő maga pedig igyekszik legyőzni félelmeit. A vízilabdában a legfőbb félelmem az, hogy ne hasonlítsák össze az apjukkal őket, illetve ne legyen semmi kivételezés náluk. Úgyhogy én azért nem is szólok bele soha természetesen, ahogy egyik szülőnek sem szabad. Ez most egy jó tanács, hogy egyébként a sportszülőknek. Illetve hogy nem akarok és nem is örülnék, és sőt, kifejezetten kerülném a bármilyen fajta előnyt élveznének a lányok, azért, mert az édesapjuk olimpiai bajnok vízilabdázó. Mészáros Vanda nem fog kivételezni Viktóriával és Patriciával, erre ígéretet tett. Az viszont egy kivételezett helyzet, hogy otthon mégiscsak egy háromszoros olimpiai bajnok apuka korrepetálja a lányokat. Edzések után szokott taktikai magyarázatot tartani, hogy passzolásnál könyökünket ne engedjük le. Nekem azt mondja, hogy gyorsabban tapossak, meg egy kicsit többet erőteljesebben. A lányoknak alapvetően nyilván hiányosságaik voltak előkészítőben, hogy kell fölállni egy csapatnak támadásban érdekes, és ott egy-két dolgot megmutattam nekik otthon, kis rajzzal, vagy a passzolásnál, hogy tartsák a kezüket, lábukat, egy-két ilyen dolgot elmesélek nekik. Most azért ne azt képzeljék el, hogy Kis Gergőjéknél kizárólag vízilabda nyelven lehet megszólalni, vagy éppen ne higgyék, hogy lóbálva passzolják át egymásnak a sószórót az asztalnál. A kis szakmai továbbképzés hetente egyszer-kétszer fordul elő. Nem az, hogy minden edzés után leültetem, és egy óra fejmosás, és így beléjük velem centrifugával, mosógéppel, hogy ők most vízilabdások lesznek holnap után, nem. Jó időben ők mondják azt, hogy menjünk ki a levegőre, és picit passzolgassunk. Mondom, hát jó, hát ha nagyon akarjátok, akkor dobáljuk a labdát, de mondom, nem kötelező, de hogy van kedvük, jó, akkor ha van kedvük, akkor csináljuk. Kis Gergő szerint egyébként éppen eleget tanulnak a lányok a heti 3-4 edzés alkalmával a BVSC remek szakembereitől. 2,5 óra edzés van, abból másfél óra víz, 1 óra szárazföldi, és a hétvége úgy történik, hogyha nincsen mérkőzésünk, szombaton reggel edzünk, ha van, akkor az vasárnaponként mérkőzés van. Viki és Patricia is jól kamatoztatja a víz alatti harcokban a judóból hozott lábtechnikát, a csapatba tartozást pedig itt élik meg nap mint nap. Emellett apukájuk annak külön örül, hogy lányai azt kapják a vízilabdától, amit ő is kapott. Van egyfajta erkölcsi norma, amit a leges-leges legtöbb csapatban azért tapasztalunk,
és megéltünk mi is, bizonyítvány ellenőrzés, tanulmányi átlag fontossága, tisztelet az idősebbek iránt, és egyéb olyan dolgok, amik nem feltétlenül vannak meg alapkészség szinte minden sportágban. Az a vízilabdában, az úszoda világában egy elég erős dolog, és örülök neki emiatt is, hogy ide járnak. A két kislány évek óta jár tánc, zongora, illetve gitárórára. Ezeket a hobbikat ők választották maguknak. Édesapjuk pedig csak akkor engedi őket, ha jól tanulnak. A céljaikkal kapcsolatban rutinosan, óvatosan nyilatkoztak. Talán ezt is apukájuktól tanulták. Minél tovább szeretnék ennél a csapatnál maradni, és nem szeretném előre megmondani, hogy meddig megyek el, hanem ameddig bírom, meg szeretem. Nekem inkább csak az a célom, hogy eljussak sokáig, de nem szeretnék, hogy nagyon híres lenni belőle. A világklasszis apukának csak annyi elvárása van a lányok felé, hogy alázattal, szorgalommal végezzék az edzésmunkát, és csupán annyit kíván az élettől, hogy gyermekei boldogok legyenek abban, amit csinálnak. Ő pedig nyugodt, mert Patricián és Viktorián azt látja, hogy a legjobb helyen vannak. A női vízilabda nagyon sokat fejlődött, a női vízilabda sokkal látványosabb, mint 15-20 éve, és a női vízilabdában jó eredményeink vannak, hogy gondoljunk egy EB aranyéremre a közelmúltból, illetve egy nagyon biztos olimpiai kvalifikáció kivívására, amit elég sok női sportág szeretne, vagy szeretett volna elérni. Ezt a lányok cson nélkül végigcsinálták egy nagyon komoly munkával, és gratuláció nekik. Hát ezt a sportot csinálják a lányaim, úgyhogy örülök.